consent. You want it all right. Szép jó estét kívánok! Halló, halló! Na én szép jó estét, megvan a mikrofonom. Kezdtem megijedni, hogy valami én is, hogy elszúrólott. Na jó, első és legfontosabb kérdés, hogy mit csináljunk ma? Oké! Szóval mit csináljunk? Vadászt leszedni a föld alatt. Hát akkor... És akkor megvan a pajzsocska. Akkor ez egyértelmű, hogy mit akarunk csinálni. Csá. Hello. És van numpad is. Úgyhogy... Nem otthon vagy? De itthon. Ja jó. Hát csak hogy van numpad, vagy nincs numpad. Azért mondom, hogy végre van numpad. Ja. Azt mondtuk, hogy itt vagyok. Ja, oké. Okay. Meg a mikrofonnak a minőségén is kell hallatszolni. Hát azon hallatszik egyértelműen. Ja, amikor az nem egyértelmű, mert hogy azt hihetem magammal a headsetet. De mi, már mindig elfelejted. De nem fér be a csomagba. Ja. Hát elnézést a késlekedésre. Kicsi nehezen aludt el egy kicsit, és még vissza is ébredt, úgyhogy nagyon jó. És akkor újra betöltés? Nem, nincs.
Még nem tud újra tölteni. Most nekem még csak 75-nél járt, amikor újra töltést akartál. Jó. Na lássuk. Már majdnem eljutottam a lőszeres ládáig. Lehet, hogy nekem is át kell rakni az SSD-re. Nekem nem is nézem, van sima HDD-n. Jó, tudom, vehettek egy erősebb procit is. Három fázis, öt direktíva. Hadd szóljon. Jössz Reclaimerre? Aha, persze. Oké. Mindjárt át is veszem. Fú, tegnap, meg ma. De főleg tegnap. Csani megint kiérdemelte azt, hogy játszasson egy kicsit. Ugye, próbaidőszakos karakterével. Úgyhogy részemre egyébként közben mehetünk. Ja, oké. Okay. Mondtad a Division-t? Aha. Igen. Úgyhogy csináltam egy... Hát már hármas szinten... hagyta abba. Szülői közbeavatkozásra. Hát mondjuk úgy nézeteltérésre támadt a számítógép igazságosságával. Ó. Oh. És kicsit nehezen kezelte. Aha. Na mindegy, szóval csináltam akkor gyorsan is egy hármas karaktert, vagyis hát egy egyeset. És akkor kicsit közösen játszottunk vasárnap. Aha. Tök jó volt. Illetve most a másodlagos karakteremnél néztem. Ja igen, ha esik, nesetleg. Vadász hite, hátizsák, classified. Az kéne. Jó. Most jöttem rá, hogy az nem volt. Szóval összeraktam egy vadász hite szettet. Uh-huh. És tök jól bevált. Az ilyen fejbelövés, nem? Nem. Találatot kell elérni. Ja, jó. Tehát nem fejtalálatot, elsősorban találatot, és... Nem, én most még nem kell. És azt jelzik a hatodik darabként. Jó. Persze az elmúlt időszakban szétszedtem vagy hatot abból a rohadt hátizsákból. Azt hittem van, de nincs. Hát ez így szokott lenni. Na, kezdődik. Ja, őrjáratot keresünk. Bugi! Na figyelj, van csípős benne, úgyhogy... Jó, azt látom. Valahol van mesterlövész is. Megvan. Igen, most már láttam én is. Hát, ha nem kell visszajönni a következő kanyarra. Oh, yeah. Én még holnap még vagyok, de aztán... Jó, tehát akkor holnap este még vagy. Igen, vasárnap még semmi. Jó. Hát én meg péntektől... Ja, péntektől én nem leszek egy hétig, tehát jövő hét vasárnapig. Yeah. Ah, igen, ez több mint egy hét, de... Hát akkor két hét kihagyás. Most péntektől? Stream ügyeli, legalábbis nekem. Ja. Tehát holnap még akkor vagy, akkor... Ja. Igen, holnap szépen összekészítem a csomagot. Ez csúnya volt. Holnap az a Kriszti biztos, hogy nem lesz. Társ szintjén se. Szegény. Ó, egy golyó kellett volna. Az enyém! Jó, nem lövöm le. Elment balfele. Jó van. Csapja neki oda. Hogy? Hát már nehogy már ezért legyen killsteal. Ugyan. Mi lenne, ha holnap valami... Westside Pier-t, vagy Dark Zone-szal valami? Benne vagyok. Valami ilyesmit csinálnánk. Gondolom, akkor most jön Kriszti. Nem. Ah. Hát az, hogy visszaébredt a gyerkőc, ez így... Ah. Mostában nagyon anyás. Úgyhogy
sajnos. Tényleg a headset meg lett? Igen, a régi lakásban van, szinte biztosan. Ó. Oh. Mert hogy biztosan, mert itt nincs. Aha. Lett volna, tehát van telefonos headset, ami működik, csak ugye a hangminőség nem az igazi. Jajjaj. Köszönöm az egyeset. Beljebb rohanok a tuti közepébe. YouTube-ra másik is. Alarmot nyomtak valahol. Én nem hallom. Jó, intézkedem. Oké. Okay. Kiiktatva. Szuper. Az Isten. Kerülnek neked balról. Jövök. Megyek. Ja. Úgy nem volt gáz, csak izé volt. Végig szaladtam. Megjött ma a két matrac is a izébe, sátorba. Na, király, király. Hát, mire én fölfújtam? Hát azt nem tüdővel az kell fújni. Hát jó, hát az a, vagy, az a pumpa, ami nekünk itthon van, az meg már nem jó. Szegény. Hát, vagy az még régi szocialista. Hát ilyen tűzszelepszerű cuccos. Ez egy kicsi. Ez meg már széles, meg ez tekerős. Ez kapitalista, széles. Igen, az... Szegény ember tüdővel fúj. Hát... De 5 perc alatt megvan. Úgyhogy nem dőlök ki egyből. Hát figyelj. Hiperventilációban. Késsel után tűző napon ez tuti bebasz. Hát, szerintem még soha se kell hozzá. Tűző nap is elég. Gyere, hogy... Ja, kicsit visszaszólt. Ja, csak utánunk jöttek. Ah, meghaltak. Aha. Gyökerek. Itt bőrzünk. Pedig itt lopakadunk direkt. Itt valami... Jaj, biztos van. Hogy... Na. Jó. Van még. Ha most már kiírtjuk az írmagjukat is. Itt van. Hogyne. Mondták ezt az angolok. Jaja. Wow, wow, wow. Kettőn is vannak. Hello! Az igen, gyere csak ide. Hogy? Meg vagy? Oké? Meg. Csak a izé. Hey! Mit csinálsz? Mi hé? Semmi. Így egy fokkal jobb lesz, azt hiszem. Olyan voltam, mint Neo, elhagyottam a golyó elől. Na hát az... dicséretes. Elsősök egy csomag kell? Nem. Szerencsére. Egyébként most azon szurkolok, hogy adjon be egyáltalán vadászokat a játék. Igen, igen, pont ezen filozok. Remélem most nem lesznek ide. Szabin. Már a múltkor is jól jöttek. Ezért bosszút eljöttek a múltkor, nekem mindig. Igen, igen. Ja, aha. Egy kicsit necces ja. Volt, hogy nem volt mikrofon, sem tudtam rendesen lekommunikálni, de egészen magadottam azt a részt. Basszus, így utólag visszanéztem streamen, mert előtte ugye a három fázis végén is nekem bosszút eljöttek, és úgy emlékeztem, hogy milyen epikus harc volt, így visszanéztem, és így baszki, fél perc, halálkom, hogy 28 másodperc alatt kinyertem a kettőt. Hát mondom, igen. Utólag megnézve nem volt annyira epikus ez a harc. Nekem is több megtűnt így. Nem az, nem amikor ketten voltunk, amikor egyedül voltam az. Ja, amikor egyedül voltál. Mondom, fú, milyen epik volt az most. És akkor így nézem vissza, és így meg. Hát igen, az adrenalin az ilyen.
basszus. Lelőttem az árnyékát. Vagy nem is tudom. Egy helyik oldalról. Ujjaj. Oké. Igen. Ugye a haverjuk tüzet kapott, úgyhogy elfutottak messzebbre. Aha. Mert pont rám láttak, és mert szerintem kezdtek volna belefogni itt a disznó pörzsölésbe. Okay. Na, GTF-est megmentettem. Nem sok HP-je van, de legalábbis van. Régen azokat is lehet gyógyítani egyébként. Ez a gyógyítós rálövéssel. Ajtóval nem beszéltek? Beszélj. Itt vagyok. Jó. Én viszont most teszek le, hova tegyem le a ládát? Nem tudom, valahogy ezért. Hát erre a... ide mögé. Kicsit balrább az oszlopok között bujkál egy gránátos. Ha látom. Most dobott az oszlop között. Basszus, az meg oda előre rohant, az a hülye, akit meg kell védeni. De mi? Ne hülye. Fall back. Pont onnan jönnek. Jó, megjött a regy is. Ó, de csúnya vagy. Nem sokáig. Az messze lesz. Gutyi jerezői vezető volt ez. Ja, ezek DSTF-esek. Velünk vannak előre, ez már nem. Na. Beszélek ezzel a jó modellra. Jó. Őnek kezdte a reménykedni. Csak felrabbantottuk ezt a izét is, lőszeres láda lerakadott itt. Az a jó. Na, menjünk a lifthez. Menjünk. Láttam új emberkét az irodába. Na. Milyen újat? Na, ifjú titán. Tényleg? Na? Tízéknél volt, Bálint Gáboréknál. Ó. Oh. Nem is tudtam, hogy veszünk fel embert. Én sem. Jó, hát mondjuk nem mi vagyunk a döntéshozók ebben. Ugye. Meg ezért körbe ment meg egy kafetériás papír. Igen? Aha. Na, fél éves. Nem most láttam ilyet először. Hát izés, persze. Azt én már láttam az enyémet. Akkor jó van. Hát csak te Szabin voltál. Nem, mert ma azt adta ki a... ezt a csomó embernek. Nagyobb mindenkinek. Ja, hogy visszakapták? Á, mindegy. Ja, nem úgy fél éves, hogy a fél évre be kellett írni. Ja. Ah. Na, egy év közé, meg egy év végi. Egy egyszeri alkalmas. Ha! Ah. Oké. Okay. Lassan, de biztosan összeraktam. Én utol végigondolva kicsit így homályba vész a mondatom. Elefánt. Ott van. Vissza. Ó, itt van mögöttem.
testtel hárítok. És beállok oda, öcsém, ahol. Az egyik. Lépcső le fel. Itt van, itt van. Oké. Okay. Te is. Kettő. Másik ott van fent, hátul a lépcsőn. Várjál, csalizom. Ó, pont izé. Újra töltök. Nem csinálsz ott semmit. Ó, basszus, ez kicsit közelre van. Oké, okay, megvan. Hogy? Ó, exotikot dobott. Nekem egy zöldet. Ó, nagyobb tár. Na. Ír. 117. Neked legyen igazad. Azért mondom. 118? Király. Ír, érdekel? Nem, köszönöm. 278-as van belőle, már vagy nem is tudom mennyi. Azon filozom, hogy van-e olyan, hogy kéne nézek egy listát valahol, hogy mik az egzotikus fegyverek, hogy van-e, ami még nincs. Szerintem nagyon már nem igazán. Hát azért mondom. Még a Warlord az nagyon ritka. Warlord? Na az nincs. A Krisztinek van. Az az, amikor sebzesz, aztán egyszerre kapod meg az összes sebzésedet, ugye? Igen. Krisztinek van egy olyanja. Na, az még nincs meg például. Aha. Az tényleg elég ritka. Szerintem azóta nem is láttam olyat. Mert hogy, ugye hát igen, én előtte se. Azt hiszem, nekem is csak egy darab van. Ezzel hát a 2 év alatt egy darab esett ki. Az igen. Mert ugye most már van éhes disznó, Big Alejandro is. Úgyhogy... Alejandro! Mit? Igen? Mit is? Ja, a pajzsládából esett még egy Big... Szóval esett egy Big Alejandro nekem végre. Hú, én viszont most kaptam egy pajzsládát. Az abban lévő cuccok lehetnek közösek? Ha egy időben szereztem meg, ahogy veled játszom? Nem vaj, tudom. Vaj, csak szerintem nem. Aha. Ja, alattunk. Nem. Itt is van. Aha. Na most már fönt lesznek. Fölketettük őket. Ó! Bazd, megvan. Hol van? Már sehol. Ja, hogy én egy ajtóval odébb kezdtem el keresni ezt a hülyéket. Hát néztem, hogy itt nagyon mellettem mutogatja dolgokat. Már megint ez a kékre vert. Én csak hang után mentem. Várja. Na, GPS. Most nekem, nem tudom. Kékre vert? Aha, kékre vert. Nagyszerű. Ezt múltkor néztem. Szűrő a lekvár. Hullaszik. A farom sövök a tenyőn. Azaz. Kukorica derce. Derce. Na. Kis kalapokon fekte. Len? Á, bizony. Rálátom. Ok. Hello! Nézd le! Jó. Bocsi, csak lent körbenéztem, mert itt szokott lenni izé is. Nem, semmi. Én alarm. Nem néztem hát. Hopp, vagy mesterlész. Ja, igen. Jó, az utcsó szerintem. Hogy? Ja, bocs, kiasztél. Na, semmi. Úgyis izé bugiba voltam, úgyhogy tök mindig. Merre kell menni? Tovább körbe. Megint vannak. Persze, öcsém.
Van egy a homokzsákok mögött is. Várj, ezt kicsalogatom onnan. Meg annyi. A hátul vesel a vész, vigyázz. Látom. Mester a vész kiejtve. Pont időben. Viszont gyere hátrébb. Igen, ha hallom a... azt a jelenzet. Még szerencsé úgy lőttem el, hogy jó helyre menjen, ezért megpattant a karom azon a hülye izén, fémoszlopon, és akkor mégis nem oda ment, ahol akar. Ez így szokott lenni. Ezek az ilyen... Nagyszerű. Utolsó pillanatban bele-bele ránt egyet a karakter csak úgyba. Igen. Úgy milyen szegzúkosan megyünk most keresztül. Hűha, csatorna. Fertőzött zóna. Aha. Fincsű. Van lőszeres láda viszont. Kicsit nagy itt a... Mi? Entrópia. Yeah. Pia, entrópia. Csak aztán ne, hogy halljunk ilyen... Most aztán is mondtam. Kicsit túl. Na, abból mondjuk a mozira kíváncsi leszek. Hát most jön a Big Brother a ragadozónak, úgy. Na. Verjük mi is kékre, azt hiszem. Hát tudod, mit maradunk itt, ez jó lesz. Jó van. Milyen szépen ugrott a fiatal ember. Már van, nem szaladok, nem kicsit kell. Téged. Nekem nagyon oldalt van már. Ja, most ebben a fázisban volt a vadászok. Azt hiszem, igen. Még az elején. Nomád kesztyű. Hú, 250. Gomba! Szép. Mérges volt. Még egy. Na. Kísértem a sorsot. Na, merre felé vannak itt a fegyőfelek, hogy ennyi gomba van. Levikó. Firecrest. Fegyvertok. Na. Pillanat. És a harmadik? Ráüritek. Hát jó. A táskámra. Hogy legyen hely mindennek. Jó. Azért nem indult a lift, mert túl kint álltam belőle. Hát ne. Vérzékelő van benne, tudod. Baleset. Jaj, unokaöcsémmel annyira jót Pokémon Go-ztunk a hétvégén. Az jó, az jó. Jó, zseni volt. Gyalogoltunk 4 kilométert, lementünk a központba, a faluba. Aha. Ott van két ilyen izé, ez a gym. Gyorsan kipakoltuk onnan a bent lévőket, beraktuk a sajátunkat. Ezek jók. Azt hiszem 72 Pokémon szedtünk össze nagyjából 4 óra alatt. Nem rossz, nem rossz. Jó, gyorsan bepakoltam minden olyan lehetőséget, ami ugye vonzza arra a területre Pokémonokat. Úgyhogy, tehát egymás mellett volt kettő olyan pont, amit így meg lehet pörgetni, és akkor kazdjuk a Pokélabdákat, meg egy ilyen cuccokat. Igen, az a Pokéstopnak hívják. Igen, Pokéstop, és akkor be lehet tenni valamilyen loot, vagy valami ilyesmit, ilyen aha, csipet. Aha, csalit. Ami az, és akkor még arra is mehet a küzdbe. És akkor egymás mellett volt ki kettő, akkor gyorsan belepakoltam, úgyhogy tényleg ilyen fél percenként egy megjelent. Na, az igen. Úgyhogy... Kifarmoltad. Jó. Most arra gyúrunk, hogy meg legyen neked 10-es szint. Aha. Oh.
te ezt most... Ó, oh, jaj. Meg vagy? Ha, jövök vissza ebbe kicsit. Egyik vége. Garanta izé is. Hopsz, fiasz, izé. Ja, igen, tudtam. Szembe jött velem az előbb. Na. Tiéd. Nem csak így ránézek a falra, hogy fedezékbe menjek, és erre beugrik oda a Jean csak közepére ez a hülye karakter. Pecsém. Zseni. Nagyon. Aktiváljuk a generátort, ott ugráltam mellette. Jaj, erre lemegyek. Na szóval. Generátore. Valakit láttam már futni. Lent. Egész jól levitt a pajzsát helyzően a mediknek. Na ki is esett a játékból, meg a LMG-s is. Vannak még? Ja nem. Na most sem látom. Mehetünk. Ah. Csak döntse már rá a játék, hogy merre kell menni. Hú, de le, tényleg? Tényleg. Aha. És aztán... Itt az exit tábla. Itt az a csapda, hogy nincsen csapda. Ah, oh, fúj, ezt a részt utálom, ezt a termet, fúj. Ajaj, na kíváncsi, hogy dobálnak itt majd rán gránátot. Na, mehet. Mehet, persze. Oké, okay. Leugrok még egy gránátos, meg még egy mesterre vész. Balról, balról, arany medik. Igen, ezt látom, szedem. Lefut. Leugrik egy LMG-s. Rámegyek oldalra. Melyikre? Jó. Melyikre rámegyek. Hátul. Oké, mondjuk az kiesett. Fönt jöttek be szerintem. Aktiválom a generátort, jó? Jó. Megy. Ja, vagy ez a következő helye? Szerintem ez pont fölöttünk vannak valahol. Fönt szoktak fölöttünk bejönni, igen. Jó. Látok, hogy lép. Jönnek le. Aha. Ok. Kettő. Jó, mesterre vésznek is annyi, már csak egy aranyat láttam itt valahol ott. Itt van a izi mögött. Hülye. Lemenz mögött, van, nem látok le. Á, van még, ugrik. Arany LMG-s volt. Jó. Volt lila mesterlövészünk is van még. LMG-s késett. Oké. Okay. Van még egy medik. Van még gránátos. Gránátos azt hiszem nincs. Medik. Mediknek annyi. És ott egy mesterlövész is. Ez kész. Akkor az ajtón mögött lesznek a... Aha. Na, már be is
Persze, itt lődöztünk és már beizgultak teljesen. Hagyjat, hagyja jönnek. Addig lent marad a láda. Jó van, csak én, ja, igen, pont kimaradtam a hatósugárból, nem látok be. Még egynek kell lennie. Aha. Igen, fent van, megvan, megvan, mesterlövész. Fent, csücsülök. Jobbra fent. Hol vagy te, gát? Ketten vannak ráadásul, ketten vannak fent. Á, pont nem tudom bedobni nekik. Nem látok, ó, bakta, nem látok rá, nem. Várj, kicsit visszamegyek, mert van valami arany cucc nekem. Aha. Én nem látok rájuk. Hogy itt tengerészeti MP-ot? Aha, itt kell akkor felmenni. Persze. Csak látod a rávolságot. Jó. Szúnyogok. Na most mászhatok le, nagyszerű. Várjál. Ja, nem, igen, igen. Csak keresztül kellett volna jönni. De ott is jöhettem volna, öcsém. A túrója kell keresztbe kasút elvinni az embert mindig ilyenkor. Vigyázzanak, az ajtók zárulnak. Az ajtók zárulnak. Na. Lőszeres láda? Mondom, lőszeres láda. Igen, köszönöm. Ó, első segélycsomag, az jól jön. Meg YouTube-on kicsit utána néztem, meg olvastam, hogy milyen Pokémonokat érdemes megtartani, amiket így találsz, hogy mint egy darabot több is összejön. És van egy olyan része a UI-nak, hogy ugyebár attól függ az, hogy melyik szint választottad az elején, hogy tudod, sárga, piros vagy kék, annak megfelelőképpen, amikor egy Pokémonra tulajdonságára rámész, akkor van a mestered, vagy trénered, mert nem tudom, hogy mondják, és az elmondja, hogy ez a Pokémonról mit tud ő így most így hirtelen el ilyen részleteket megemlíteni, igen. És akkor mondja azt, hogy mit tudom, hogy hát ez nem annyira jó, ez közepesen, ez egy picivel fölötte van, és akkor van az, hogy ez őt is meglepte, és van az, hogy nagyon-nagyon komoly, tehát hiszen nagyon-nagyon érdekes Pokémonról van szó, és akkor azokat érdemes megtartani. Azoknak így a értékei azok jók. Igen. Bár számszerűsítve nem látszik, de van az erő, az attack, a defense, meg a health. Ilyen 14 fölött vannak az utányok, és 13-15 fölött. Azok tartoznak bele ebbe a felső kettő megjegyzés cuccba. Kettő, akkor már csak egy engineer van. Dugd ki a fél. Na. Ügyes.
próbáld be a rátort. Vakarózom itt össze-vissza hülye szúnyom miatt. Mát? Felőlem. Dobjak le izét? Ja, itt sokan leszek most. És akkor most tudunk mozogni is. Hallom már motozásokat, de még nem láttam őket. Itt vannak. Há, megvannak. Pont. 12 óránál. Magic. Jó. Jó. Tudtam, hogy most fog elfutni. Megint arra mennek. Uha, jó sokan vannak. Előre megyek itt. Jó. Oh yeah, hello. Magad. Oké. Okay. Megint elbújkáltak. Egyre kevesebb. Ó, itt van még egy. Kettő. Hát hol van még valahol valaki? A heavy az lejött? Mi van vele? Oh, le, megvan. Ha itt van. Lejött csak. Csak lustára ott egyet. Kinyezett tárgyat dobott. Na. Lopakod el zöld festés. Akármi légyen is ez. Ilyet se sűrűn szoktam kapni. Rükkösek számos tényleg is való. Basszus. Kell kezdeni valamit itt ezek a szúnyogokkal, mert ez iszonyú. Itt egy pár napja perbe tesztek, most meg annyian vannak, mint állat. Hát igen, most egymás után mindig erdőket, és úgy volt, hogy délelőtt volt zuhi, meg délután. Hol nálunk is. De ilyen 8-9 fixen, és akkor utána egy ilyen 3-4 óra magasságában. Majdnem a trópusokon. És akkora izéket, dudorokat csípnek az emberre, mint az állat. Na, olyan. Borzasztó. Gondolom, hogy sok kis tócsa miatt, amit innen mondtam annak, az most tele van szúnyoglárva, vagy hiába volt ezért felmetezve. Na nézzük meg, mi az a kinézett cucc. Ez fegyver, vagy egy hátizsák kinézett vajon? Persze. Fegyverkérdezett. Medevet. Medved. Medev. Medved. Alpha Bridge térvédő taktikus. Értettek. Na hol van már? Jó, tehát lopakodás. Itt van. Aha. Oké. Okay. Hát legyen. Van egy ilyen fekete-szürke háromszögekből álló minta
amiben fut végig egy csík, valamilyen színes csík. Hát ez olyan. Csak zöld csík fut benne, végig volt ebből piros is. Mint most így utólag kiderült. Mindjárt mehetünk, csak kinyitogatom a cuccot. Hogy legyen, mint legyen. Most már egyesével. Nézzük meg a két izé napisat. A kihívást meg a nehezet. Oké. Ilyen sorrendben. Először a kihívás, aztán nehéz. Szemétszétszedése. Köszönöm szépen. Bocsánat. Nopra. Napi művelet. És még mindig az F-fel és nem dupla klikkel erősítem meg. Gyors emlék, hogy egy kis innivalót azt emeltek. Addig megtanulom, hogy ez ami van. Jó, elektromos lőszer. Jó. Mennyi? Hogy állunk? 106 per 120. Kezdünk el borjánzani. Egy lehellettel jobb. Nem álltunk. Oké. Addig én kidobáltam ezt-azt. A 7 vagy 8 cuccost. Sebészi csapás. Na, csak ölni kell. Mert valahol meg kell majd szerezem 2 GB-nyi DDR2-es RAM-ot. Egy 2 GB-osat vagy kétszer egyet? Egy darab 2-eset. Ó, hát az nincs. Kétszer egyet egészen sok variációban tudnék adni. Úgy nekem is. Meg nekem DDR3-asból van pár darab. Tényleg? Ah, van 1 gigás, 2 gigás, már azt hiszem, hogy egy 4 gigás is van. Ezt levettem fejjel. Bocs. Na, semmi. Én nem tudom. Ennyi, ennyi. Nem ha. Így, hanem... Fuentes hadnagy... Jaj. Hűha. Hoppá! Valaki ide jött. Megint. Kösz.
Hát valahogy így egészen a semmiből tűnt ide. Mestárra lesznek kampó. Hát csak egy van. Mondjuk mindent visz, csak hát meg kell valami. Azaz. Na jó. Hogy? Egy fegyver alkatrész. Előtt szét, mert egyből agro, azért riasztod a köcsögöket. Jó. Tapasztalat. Úgy sincs ott semmi. Na jó, csak valami kis... Na. Körbevettek minket a bombák. Pász meg! Állj, Ruby. Látom te nektek. Basszus, már megint eljöttem arra, ahol így... Ó, oh, de jó. Bocsi. Csak ki lennék. Jajjaj, én most vagyok szarban. Ja, a sniper sati. Nézd, egy gyújtó lövedék van. Mondom, megyek, kerülök egyet. Hát basszus, ott végig jobbra mentem. Kilométerekkel hátrébb volt, csak ez egy gyönyörű kis barlagrendszer. Bejutási lehetőség. Tudja, szép királylás. De nem erről jöttünk? De. Hát, jó. Ezek a valagutak ugyanolyanok. Sötét. És büdös. Na, valami ilyesmi jöttünk fel ezelőtt. Aha. Ezzőkörben. És menjük visszafelé, de jó. Nem. Mert nem volt most lőszeres láda. Na, én azért csak felmásznék, köszönöm. Jó volt egy csatornás lefelé. Aha. Itt a lőszer. Hát ugye az, ez a szekve, mi az ilyen kis darabocska. Ha. Fene egyen meg ezt. Kis rohadt vérszívó dögök. Első segélycsomag. Ja, jó van, itt a trükk az, hogy ki kell kerülni. Good riot.
szegény Miki bácsi mindig a vécében. Jajjaj. Hát igen, posztolta már csak ilyen. Szóval korábban. Örüljön, hogy eljutott a WC-ig. Húha! Ó, mama. Hehehe. Ah, hülye. Ah, nem, mellettem. Majd tegnap fogalmaztam, rám nyitották a buri ajtót. Nem, nem tegnap, tegnap előtt. Jön a drága. Láttam. Jobbra fut. Aha. Egy mester visszatása. Jó. Itt a kis. Kiesett, hogy itt elnézem. Ja. Tisztogatom a kis anyjét. Kizavarom a helyére. Hol van? Ott van, oké. Okay. Tükrös irányzó. Tükrös vagy trükkös? Igen. Jaj, van. Find the sun, whatever the season. Micsit a Koehoi bölcsesség. Ja. Jaj. Puty. Na, 7-szeles modell. Sőskocók. Ratata. Authorized personnel only. Rototom. Ez a Little Drummer, nem? Rototom. Ja. Rapavampom. Ez volt a genetikus páncél. Elektrotechnológia. Na jó, most már viszek valami más szettet is, mert már uncsi. Ez milyen sisak? Nézzem, hogy... Ja? Sem. Melyik? Sem. Ez itt az a... Idég az öletem, a maszk meg a sisak az külön plusz a headset. Ilyen ufó. Ma néztem, hogy az melyik sisak, de már nem tudom. Valamelyik szett. Oda? A egyik a 4-es évadból. Ja. Tök mindegy. Ja. Pillanat. Tovább. Elszemetelem a fölöslegeset. Megkidobálom a fölös szemetet, vagy mi? Szemétkedek. Uh-huh. Rendőrségi magnum. Az jó volt, amikor az orosz konzulátus miatt kerestük ezt a szar pisztolyt, azóta is annyi esik, mint a veszett fele. K9
Kár, hogy nincs benne több ilyen hülyeséges jellegű kihívás, vagy achievement, vagy ilyesmi. Hát csak pisztoly a sárkányfészek. Az már a hülyéskedésen kicsit túl van. Az egy kicsit inkább a mazoizmusra hajaz. Hát, igen. Keresd az utánpótlást. Ó, az jó. Alejandro, Alejandro. Ojjaj. Mi van? Semmi. Tudom. Alejandro, aki csak egy golyóvihar lesz. Igazából tök szarul használom az Alejandrót, mert fedezékből kell használni. Sebzés. Hát de annyira hagyja ezt a ragadozós nagypapa életérzést, hogy kiállsz és így... Na igen. Erdőírtás. Hát ez mindig az ide is jó lenne néha. Ops. Bocs. Ámbászt. Nem semmi. És már egyből? Én fordultam később. Elkapták Alexet! Hát, Isten, az ilyen az a pop szakma. Ja, hát nekem még csak most lett meg ez a... Mi van, faszok? Ja, basszus, ott nincsen semmi. Még hülye lövöm ott azt a lámpát. Teljesen bekavart engem ez a kefir mellett van egy ilyen narancsárga négyszög, azt hittem ott van valami arany. Ja. Plusz a lámpával, azt hittem mesterlövész rá. Ó, oh, Istenem. Pillanat. Ez melyik is ez a bravúr, ez a... Kapjad el Alexet. Ja, 10 000 rendmondó, ez az. Na, melyik? Frakcióból nem nyertem még ki mindenkit kb. Itt van Alex, itt van tisztogatók, itt van az LMB. Van még ilyen? Ja, a Rikerek. Rikerek, azt akartam, hogy Rikerek. Hát abból még hiányzik egy 2500. Csú! Á, ez is össze fog jönni. Vicces, hogy az LMB-seket utáltam a legjobban, és az jött össze legelőször. Hm. Amikor izi miatt lehet? Ja, azt hittem ez sokkal. HVT. Igen, az meg javarész az LMB-seket pakolja be. Igen, igen. Nagyon valószínű egyébként, hogy az dobott rá ekkora mértékben. A Rikereket azt... Oh, hol van sok Riker? Ez egy Lexington eseményközpont. Warrengate. Meg a Warrengate, azt. Bázd meg. Én már azon se lepődnék meg, szoktás csinálni. Ah. Kettes hajtó nyíj ki. Ha
Jaj. Kuc-kuc. Félrenyeltem. Kész. Jó. Bocs. Magányos Alejandro csillagom. Yes. Néha bepereg. Sok volt a VD40, mi? Az. És akkor megy el oda. És akkor megy az arra. Azt szerintem szándékosan kiszedték egyébként azt a szabadságszobor graffitit azóta. Ja, graffitit. Ajaj. Látok. Valamit. Nézzük meg. Kis hátszíves. Na már. Ups. Ups. Reclaimer kesztyű. Na, de nem classified. Gyerek el abból amúgy is a tag kéne, nem is a... Igen. Oldalfegyver. Tartó. Oldalfegyver tartó. Holster. Az. De fel, ami ért egy hostess is. Nils Holsterson. Hoz és tesz. Ja. Menj a kivonási pontra. Most. Hagyjuk el a házat. Hagyd el a metrót, most. Emellem a búrát, én jutom a labdát. Az is, milyen játéknak volt az ilyen végjátéka? Az a telemázli. Telemázli. Vakarom nyáron, vakarom télen, vakarom egész évben. Hogy kaparom? Hogy kaparom? Jó, mert sorsegy volt az, amiben sorsegy tudta bejutni. Össze kellett jönni három tévének alul, és akkor tudta bejutni. Az az volt? Aha. Látod, ebben nem voltam biztos. Biztos? Ne. Na nézzük. Hogy állsz? Itt a szébe. Nem nézzük. Hű, fél éjfél. Ja, azért kérdezem. Akkor menjünk föl. Holnap úgyse itt fogunk ügyködni. Jó, van, menjünk. Oké. Okay. Most összejött végre a pajzsod. Wow! Itt nem lehet beugrani. Ja. Azért figyelj, de most is végigcsináltunk 5 fázist, és csak egyszer jöttek. Egyetlen egyszer jöttek, igen. Azért lepődtem meg, hogy nekem tegnap kétszer is beadta. Nem tegnap, még mindig szombat az a tegnap, de... Na, nem baj, tudjuk, hogy van szó. Mintha tegnap lett volna. Hát, mintha. Kétszer indítja újra a számlálat. Előbb egyszer elment 100-ig. De az csak egyszer ment el 100-ig. Elment 100-ig, benullázta és megint újra kezdte. Aha. Alex halott. Ez ilyen. Alex halott és élvezi. Hát azt nem tudom, hogy élvezi-e.
Ja, ez Dracula. Ja, az az. Az is egy jó. Öt kulcs töredék. Fázisváltás végrehajtva. Oké. Na jó van. Én meg lehet, hogy szaladok egy kicsit valamit. Jó van, okse. Levezetésnek. Akkor én búcsúzom, jó éjszakát. Oké, szervusz. Örülök, hogy jöttél. Akkor holnap. Én is. Ja, holnap. Holnap majd. Tudom. Jó pihit. Ja, neked is. Jó van, csajó. Halljó. Építkezés. Azt a részt annyira nem csipázom.
Nézzük meg még ezt a World Boss-t aztán. Van belőle. Bőven. Na jó van. Köszönöm, megköszönöm a megtisztelő figyelmet, ma estére is remélem jól szórakoztatok, ha igen és még nem tettétek meg, akkor kövessétek be a csatornát, és találkozunk holnap este, amikor is. Vagy elnézünk a Veszélypírre, vagy pedig benézünk a DLC-be. Addig is. Jó pihenést, jó éjszakát, sziasztok!
Confessions.